Sziasztok! Mindig is szerettem a barátnős, laza, beszélgetős hangulatú videókat. Ma este koktélozni hívlak titeket, és apró pici titkokat fogok megosztani saját magamról. Képzeljétek, 5 tetoválásom van, abból pedig 4 fehér. Lehet, hogy ezt még sokan nem hallottátok, ugyanaz a tetoválás, csak fehér a tintája. Az egyik itt van a csuklómon, egy bikajel, a másik a nyakamnak a hátulján, majdnem a tarkomon, illetve a tarkom alatt. Ez egy csillag és egy virág, azért, mert nagyapám kiskoromban mindig csillagvirágnak becézett. A harmadik tetoválásom, ami szintén fehér, az van kiírva betűkkel, hogy Live, Love, Laugh. És a negyedik tetoválásom, ami fehér, az pedig a jobb belső bokámon van, és egy smiley face. Az egyetlen egy fekete tetoválásomat pedig 19. születésnapomra kaptam nővéremtől, és egy csillag, amit jó mélyen elrejtettem a bugyimba. Nincs jogosítványom. 31 éves létemre sosem kellett, tehát sosem éltem olyan városban, vagy kerültem olyan szituációba, amikor meg kellett volna szereznem. New Yorkban mindenhova sétálunk, Békés Csabára hazavonatozok, tudom, le kéne tenni. Nagyon fogtok nevetni, de a kedvenc ételem még a mai napig a menzás lencsefőzelék. Nem tudom, hogy mit tettek bele, de az iskolában, amikor lencsefőzelék nap volt, én olyankor 3-4 repetáztam, szó szerint addig, amíg ki nem pukkadtam. És hogyha lehetne egy kívánságom, akkor most az lenne, hogy hozzon nekem valaki egy tál lencsefőzeléket. Kérlek, de sulisat! Tudod, az iskolából. Rettegek a fogorvostól. Bármelyik orvoshoz bemegyek, szurizhatnak, vizsgálhatnak, a fogorvosnak a hallatától, tehát a szó kimondásától is már libabőrös vagyok. Kiskoromban sajnos, mielőtt még a rendes fogaim kinőttek és még tejfogaim voltak, nem nagyon szerettem fogat mosni, így aztán lukasak is voltak, és egyik este be kellett vinni az ügyeleti fogorvoshoz, ott pedig borzasztó élményem volt, és csak arra emlékszem, hogy üvöltök a fájdalomtól, úgyhogy már most, hogy beszélek róla, izzad a tenyerem. Az eddigi életemet sikerült megúsznom csonttörés nélkül. Remélem, ezt itt ér lekopogni. Az eddigi legnagyobb sérülésem, amikor nem a tavalyi maratonra, hanem pár évvel ezelőtt egy fél maratonra készültem, és edzés közben megrepett az egyik bokacsontom. Úgyhogy ezt nem igazán lehet törésnek nevezni, de 4 hónapra levett a lábamról, vagyis edzeni és futni nem tudtam. A kedvenc könyvem Bret Easton Ellisnek az Amerikai pszichója, méghozzá azért, mert pont abban az évben olvastam, amikor először kiköltöztem New Yorkba, és minden annyira valóságosnak tűnt, mintha a könyvben én lettem volna az egyik szereplő. Ekkor az élmény még egyik könyv olvasása sem volt számomra, úgyhogy ez maradt a kedvencem azóta is. Kislánykoromban halálosan szerelmes voltam Axl Rose-ba, és mi úgy volt egyébként, hogy összeházasodunk, de nekem van egy nálam 9 évvel idősebb nővérem, aki közölte velem, hogy egyébként Axl Rose szoknyát, skót szoknyát hord, és én 3 éves lehettem, és azt mondtam az Axl Rose-nak, hogy ne haragudj, de engem olyan férfi nem vehet feleségül, aki szoknyát hord. Úgyhogy szakítottam vele, és egyébként nem bántam meg. 2 mantrám is van, és mind a 2 hatalmas klisévé vált manapság. Az egyik egyébként rám is van tetoválva, Live, Love, Laugh, azaz éjszeres neves, bár szerintem így nem hülyeség és betartandó. A másik pedig a YOLO, You Only Live Once, azaz csak egyszer élünk,
És szerintem ez szerint is kell élnünk néha. Egy szál bugyiban, vagy mesztelenül szoktam aludni. Nagyon sokan szoktak az Instagramomon írogatni, hogy szívesen elvennének feleségül. Szerintem ez volt eddig még a legnagyobb ajánlat, vagy a meglepőbb ajánlat, amit kaphattam fanoktól, követőktől, de nem hiszem, hogy erre igen fogok mondani. Egyszer nagyon-nagyon beégtem, illetve beégettek. Nem tudom, tudjátok-e ki az a Daria Verbovi, egy kanadai modell, és nagyon sokan azt mondják, hogy én rá hasonlítok. Amikor életemben először találkoztam vele személyesen, nagyon megörültem, nem tudtam magamat visszafogni, oda mentem hozzá, és csak annyit tudtam kibökni. Enikő vagyok, és azt mondják, hogy megvannak a szemeid. I've got your eyes. Ugye angolul ez így hangzik. Ő erre rám nézett, és azt mondta, honey, I've got my eyes. És elsétált. Én meg ott álltam, és égett a pofám. Hát apukámtól előre szeretnék elnézést kérni, mivel én nagyon-nagyon hasonlítok édesapámra, arcban is, és testiekben is. Jobban szerettem volna, hogyha anyukám ujjait és körmeit, lábujjait és lábúj körmeit öröklöm. De hát ez van. Ez legyen a legnagyobb baj, ugye? Ja, úgy értitek, hogy Rihannán kívül? Nagyon sokan nem tudják, hogy a 25. születésnapomra elhívtam Jay-Z-t, aki egyébként meg is jelent, és ő volt az egyik vendég, aki az utolsók között távozott. És nem, ez nem egy szórakozó helyen volt, ez az én lakásomban, illetve az én épületemnek a tetőteraszán tartott kerti parti, barbecue sütögetés volt. Szóval a legkülönlegesebb ékszerem talán ez a nyakláncomon lógó kis ebetűs medál. Ez még édesanyámé volt. Nem tudom, hogy ő honnan szerezte, de tudom, hogy sok-sok ideig megvolt neki, mielőtt én megtaláltam az ő ékszeres dobozában, és elloptam tőle, azóta is a nyakamban lóg. Ez pedig a gesztenye püré lenne, illetve a fagyi, illetve minden olyan dolog, ami krémes. Hogyha kanálra lehet kenni, hogyha az ujjamat bele tudom túrni, akkor tuti nem tudok neki ellenállni. Szerintem a ki nem dobott üres rágós papírok között a kutyás kakis zacsi, de hát kutya anyuka vagyok, úgyhogy ez mindig nálam van. Az értetlenkedéssel. Ha valaki egyszerű, logikai, összetett dolgokat nem tud megérteni, és nem tudja rendesen megcsinálni, olyankor hajamat tépem. Kétszer bungee jumpingoztam, egyszer 19 évesen a Sziget Fesztiválon, egyszer pedig Tájföldön és nappali világosságban. Remélem jót nevettetek, remélem érdekesnek találtátok a titkocskáimat. Egészségetekre, iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, és legközelebb is találkozunk. Sziasztok!